és ezt sokan félreérthetik. Megpróbálok mindig olyan szerepet választani, hogy mindenki szeressen minket. Ez egy ilyen állatfajta, ilyen a színész, ilyen a televíziós. Az a dolga, hogy mindenki szeresse. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, meg egyáltalán megvalósíthatatlan. Sokan persze ebből azt gondolják, hogy ezek ilyen kaméleon természetű, erkölcstelen emberek. Holott ez sokkal nehezebb, mint úgynevezett mindig őszinte ember, aki ilyen pokróc módjára is képes viselkedni. Most az ilyen emberek tovább fognak élni, mint az ilyenek, mint. Mert rengeteg stresszt, meg mi egyebet begyűjtünk magunknak azzal, hogy mindig megpróbálunk kedvesek, meg aranyosak, meg jók lenni, meg segítőkészek, meg amikor Alex és melyek küldeni valakit az anyjába, még akkor is mosolyogsz és csinálsz. Ezt lenyeled, akkor lassan kinő benned a rák, vagy valami más. Na most azért féltem, hogy visszatérek, erre nem vagyok annyira szemem is, gondolathoz, hogy azért féltem ettől a beszélgetést, hogy most valami milyen szerepet fogok eljátszani. Igen, mert most jön a halállal szembenéző, kicsit gúnyoros, bátor, intellektuális fiú, aki most ez nem egészen így van azért, hogy lehet még a lírikus, aki egy kicsit meghatódik, megcsillan a szeme sarkába a könny, és az a rémes, hogy miközben ezen gondolkoztam, tulajdonképpen 15 féle szerepet tudtam volna képzelni ebben a mai beszélgetésben. De nem tudom, hogy milyen lenne, ha nem szerepelnék. Tehát az elképzelhetetlen számomra, hogy itt van a lámpák, meg ott a kamera. És most mindegyik szerepén vagyok, de szerep nélkül nem létezem. Szóval ha egyetlen szerepet se játszok, akkor nem üdít senki. Vagyis most is szerepet játsz. Biztosan, te is. Hát egész biztos. Hát ez arról szól. Félre ne is, a Kovács Jenő stílbútor készítő a halálos ágyán szintén szerepet játszik. Valamilyen módon, a magánál van. Kérdés, hogy ilyen helyzetben, és ez már nem szerepjátás, azt hiszem, hogy kérdés, hogy egy ilyen helyzetben lehet-e egyáltalán nem szerepet játszani, ki van osztva a szereposztás? Igen. És azért ezzel elég pokoli dolog megbirkózni, akárhogyan látszódik ez a tükörben. Igen, csak rám az a szerepünk jött, hogy én szépen meghalljam. Most ezt nem kívánok ennek megfelelni, tudod? Tehát, hogyha ez nem lenne meg már ez a szereposztás, persze egy másik szereposztás, én az előbb beszéltem, akkor talán könnyebb lenne harcolni ezen a dolog ellen, tudod? De hát ember nem hiszi el, hogy én ezt túlélhetem. Szóval ezt alá pontosan érzem, mindenki vigasztal, mindenki mosolyog, mindenki mondja, hogy ezt túl lehet élni. De hát én látom a szemük, nekem ez a szakmám. Én a kórházban is 3 perc alatt vettem észre az orvosokon, hogy nem mondanak igazat, mert én 15 évig abból éltem, hogy valakivel leülök beszélgetni, és akkor látom rajta, hogy hazudik. Hát ezt nekem tudnom kell, még akkor is tudnom kellett, ha nem csinálhattam ellene semmit. Most ezt én halálpontosan látom az embereken, hogy engem eltemettek. Most ebben nem akarok beletörődni, természetesen. Ez azt is jelent, hogy te azért hiszel abban a kicsi százalék. Hát nincsen más választásom. Hát mit tudok más csinálni? Hát ha nem hinnék, akkor most föl kéne akasztanom magam. Mert innentől már csak rosszabb lesz. Hát ebben pont az a dehonestáló, hogy az ember kórházba kerül, szakkórházba, akkor pontosan látja a saját betegségének különböző állomásait. Ugye? Mert oda kerül még aránylag, hát egészségesen úgy mondtad, hogy még nincs leromolva, nincs tönkremenve. És akkor egy ágyal arrébb fekszik valaki, akinek már egy éve van ez a betegsége, vagy 3 volt, tökéletesen mindegy. Tehát egy olyan stádiumában van, amikor már bent kell állandóan feküdni a kórházba.
És akkor két tárgyal arra vagy a szószészről, meg haldoklik ebben valami. Ne, ez is tud belejár. És tehát ha nem vagy hülye, és tudod, hogy mi bajod van, akkor látod, hogy mi vár rád. És ez teljesen méltánytalan. Szóval ennek a betegségnek az a vége, hogy egy ilyen nagyon morfiumozott pasi 26 kilósan ilyen elszakad vertől a világtól valamilyen módon még életben van a tenete, csak nincs. Amit tehát ebben nem lehet benne nyugodni. Tehát, hogyha én úgy gondolnám, hogy én ezt nem tudom valamilyen módon megúszni, akkor beszednék 30 altatót, még amíg lehet. Én tudom, hogy ez most a nagyképű hangzik, én tényleg láttam, hogy hogy néz ki egy ilyen ember. Tehát én nem tudom, én mindig az érzésemre hagyatkoztam, mert most nem tudom, most fog eldőlni, hogy engem megoperálnak-e itt 5 nap múlva, vagy nem. De én az első pillanatban úgy éreztem, amikor még azt se tudtam, hogy mi ez, hogy meg kell, hogy operáljanak, és hát addig jártam, amíg úgy tűnik, hogy valaki van, aki ezt elvállalt. Tehát ez Magyarországon nem vállalta senki. Azt mondták, hogy ez műthetetlen. Én most megtartom Európában az egyetlen embert, amelyik legalább nem mondta azt rögtön, hogy ez a dologhoz nem lehet hozzányúlni, és ő se vállalja, akkor megpróbálok tovább menni. Nem tudom feladni. Persze a megoperálnak még azt sem jelenti azt, hogy itt bármi változott, az azt jelenti, hogy 2%-ról megnőtt az esélyem 10%-ra, mondjuk a statisztikák szerint. Ami nem túl sok azért. De hát neked csinálok egy csomó más dolgot is, egy ilyen pszichotikus tréninget is. Meg ha túl leszek ezen a műtéten, akkor egy természetgyógyász diétát is végig akarok csinálni. Meglátjuk. Nem tudom, szóval nem vagyok képes élni egy síralomházba, nekem ez nem megy. Ez nem megy. Csak hát erről szól az egész élet. Szóval most semmi más nincs. És nem is fontos, érdekes. Szóval én az elején ennek a dolognak próbáltam tervezgetni, hogy fogom majd ezt csinálni, hogy bármennyire is beteg vagyok, azért én a tévébe csináljak műsorokat. De annyira nem érdekes, hogy elképzelni nem tudom. Nekem teljesen ez volt az életem, és helyek között ebbe is döglök bele, hogyha ennyit lehet mondani már, legalábbis az új orvosi irányzatok szerint a stressznek talán a legnagyobb hatása van a rák kialakulására, tehát szemben az eddig hittekkel a stressz az, ami nagyon erősen megdobja valószínűségét. Tehát akkor ebben azért benne van a mi munkánk is rendesen. Ez nekem állati fontos volt, és most jöttem rá, hogy mondjam, tényleg nem bántani akarok a múltkor, mikor már jó múltkor, mielőtt kijöttem, bementem, és ott ültetek ennek a szilveszteri műsornak a stábján. És ott beszéltetek erről, meg nem történt semmi. Szóval egy olyan rendes igazi televíziós stáb volt, amilyen én már ültem, vagy 6-on, vagy 7-en, csak szilveszterinben. Ültek különböző ünnepekkel kapcsolatban legalább 15 ilyen baromi fontos tábor. És akkor kijöttem, arra gondoltam, hogy tényleg elnézést mindenki, de milyen baromi nevetséges az egész. Szóval, hogy ott ül egy csomó baromi intelligens állat, tehetséges ember, és rágja a szart. És a világon nem történik semmi, mert ki fog derülni az utolsó pillanatban, hogy akkor mégis beadunk egy 2 órás filmet. Szóval, hogy a hatásokat, hogy az egész nem tudom elmagyarázni, szóval kívülről nézve a dolog úgy nézett ki, mint a tigris őrs, amikor elhatározza, hogy a következő ilyen riadó láncnál, vagy hogy hívják, akkor még az alizméri sapkáját is ellopja a tadáriból. Miközben az én életem 15 éven keresztül erről szólt. Tehát semmi másról, csak erről. 15 éven keresztül én is a tigris őrs voltam, az egyik tagja, és ezt csináltam. És lehet, hogyha véletlenül ezt a pici esélyt sikerül kihasználom és meggyógyulok, akkor megint ilyen fontos lesz. Nem, azt hiszem már soha ennyire nem lesz fontos. Tehát...
Tehát egy csomó minden, azt hiszem ennél fontosabb, amit mi elfelejtettünk. És amit mondjuk én speciál, meg te is, mondjuk a televízió miatt egy csomó dologra nem törődtél, amiről ilyenkor kiderül, hogy többet jelent. Csak ma behozhatatlan. Nem tudom, hát ha meggyógyulok, behozom. Én sose értettem, van egy kollégám, nem akarom mondani a nevét, elég is magánügyelképpen. Régen már, azt 10 évvel ezelőtt. Erre rákja volt, és megoperáltak, és nagyon jól van azóta, és vidáman él, tehát meggyógyult effektíve a dologban, és eltűnt. Utána a televízióból egy darabig még ott volt státuszban, de nem nagyon dolgozott, és akkor nem értettem ezt a dolgot, és hát az úgyis mindig lusta volt, meg most ez egy jó hűrügy, hogy kivagyjam, hát nem. Rájött, hogy egy csomó fontosabb dolog van, amit kihagyott az életében a televízió miatt. Én azt hiszem, ha meggyógyulok, nem tudnám abba adni a televíziót, de az biztos, hogy nem töltene ki 80-90% az életemben, mint ahogy eddig. Mert van egy csomó ember, aki ennél fontosabb. Semmi más nem, tehát csak emberek fontosak, nincs. Nincs más. Nincsenek eszmék, meg elvek, meg tárgyi dolgok, meg... Vannak természetesen, de ilyenkor nincs, ilyenkor megszűnnek, ilyenkor emberek vannak, akikhez ragaszkodsz. Semmi más. Ilyenkor kerülnek helyükre a dolgok talán? Lehet. Most ez egy olyan helyzet, azt hiszem, mi végül is csak úgy fejezhető, hogy ugye ez a beszélgetés a magyar televízióban két esetben mehet le. Az egyik eset az, amikor együtt nézzük és röhögünk rajta. Adja Isten, ez így lehet, de a másik, hogyha te már nem élsz. Igen. És hozzájárulsz ehhez. Vagyis gyakorlatilag utoljára tudsz. Amikor belenézni, vagy elköszönni a második esetben. Azt hiszem, azért ezt nem könnyű megtenni. Nem, ez nem is lehet. Én emlékszem, hogy volt egy Nagy László portré műsor, annak idején a televízióban. Azt hiszem, a Kormos volt a riporterem. Nem csak az új hatalmasoknak a mániája, hogy az újságírás meg a riporterség az egy olyan dolog, amit bárki csinálhat, úgyhogy ha minket kidobálnak az ablakon, akkor majd jön valami másik 20, aztán amíg őket ki nem dobálják, ugyanilyen jók lesznek. És hiába költőtárs, meg irodalmár, Kormos, meg mit tudom, hisz iszonyú rosszakat kérdezett a Nagy Lászlótól, aki viszont Nagy László volt, és bármilyen hülyeséget kérdeztek, de nagyon jókat válaszol. És a végén aztán főtett a lehető legjobb kérdést, amit egy szituáció volt. Ugye ott ült egy ilyen fáradt, megtört angyal, ősz hajjal. Ez volt Nagy László, és akkor mit üzensz az utókornak? Most ez rémes. Hát ennél szörnyűbb kérdés nincs. Na most erre egyedül ott akkor a Nagy László tudott válaszolni, mert felnézett, és azt mondta, hogy csókolom őket, ha lesz még arcuk. Na most hát ezt aztán egy rövid idő múlva meghalt, és akkor levetítették a filmet, és hát ez a teljesen lehetetlen helyzetbe hozott engem, mert ezután ennél jobban már nem lehet elköszönni. Úgyhogy... Meg én azt hiszem, hogy világéletben úgy köszöntem el a televízióban, hogy viszontlátásra. Soha más. Csak sikerült megkapni magam.